Kedves hallgatóink, ha szeretnék megélni az olvasás élményét, akkor érdemes egy jó könyvet választani, és hogy melyik legyen ez a jó könyv, megtudjuk Gombkötő Ginától, a Vörösmarty Mihály könyvtár munkatársától, akit nagy szeretettel köszöntök a stúdióban. Én is köszöntöm a hallgatókat. Ezúttal egy ráérősen hömpögő, nosztalgikus hangulatú családtörténetet ajánlok a hallgatók figyelmébe. Az amerikai Ann Patchett regényét, ami Tom Lake címmel jelent meg 2024 tavaszán, és a könyv a megjelenést követően néhány hónappal a Vörösmarty könyvtárba is megérkezett, és már kölcsönözhető. Ann Patchett a szerző nevét itthon talán kevesen ismerik, pedig ez a 9. kötete, ami gyorsan felkerült a New York Times bestseller listájára. A 21. század kiadó szép kiállítású kultkönyvek sorozatában jelent meg itthon a kötet. A borítója csupa virág. Első pillantásra azt gondolnánk, hogy könnyű, romantikus, gyorsan feledhető regényről van szó. Aztán olvasás közben kiderül, hogy ez a kisé elégikus történet nagyszerűen van megírva. Nem véletlen, hogy díjazták is a szerzőt, az indoklás pedig szó szerint idézem, azt írták róla, tökéletesen tudja szavakba önteni az emberi természet szépségét, fájdalmát és összetettségét. Hát, talán ez a titka, hogy bár a történet korán sem nevezhető akciódúsnak, mégis nagy élvezetet nyújt az olvasása. Én úgy éreztem, hogy ez a sztori megfog és nem ereszt. Olyan, mintha egy puzzle-t raknánk össze, lassanként áll össze a teljes kép, közben pedig megértjük, hogy mi minden állhat egy fontos életre szóló döntés hátterében. Rájövünk, hogy talán mindennél fontosabb az életben, hogy felismerjük azt, hogy kik is vagyunk valójában, és hogy képesek vagyunk kiválasztani azt az utat, ami igazán nekünk való, ami igazán boldoggá tesz bennünket. Voltak éppen erről a döntésről, erről a választásról szól ez a könyv. Két nyár történetét meséli el a főhős, vagy hát nevezzük elbeszélőnek. Ő Lara, a családanya. Az egyik nyár, amikor ő még színésznőnek készült, és 20 évesen a Tom Lake nevű nyári színházi társulatban játszott, mert a címbeli Tom Lake nem egy szereplő, hanem ez a neve annak a társulatnak, ami Michiganben, gyönyörű környezetben, egy óriási tópartján működik a regény szerint. És hát ez volt az a nyár, amikor a 20 éves Lara, vagy 20 éves Lara egy pillanat alatt beleszeretett színpadi partnerébe, Peter Dougba, akiből később világhírű színész lett, a történet szerint legalábbis, és különösen egy nagyszerű film tette ismerté a nevét. A másik nyár, az pedig egy másik idősík, ez 2020 nyara, a COVID-járvány ideje. A családi gyümölcsösben dolgozik együtt az egész Nelson família. Hát ez az időszak azért nekünk is emlékezetes, hiszen nagyon aggódtunk annak idején a fertőzés veszély miatt, féltettük a barátainkat, a családunkat a betegségtől, és hát ahogyan visszaemlékszünk rá, minden család kényszerű elszigeteltségben igyekezett élni a járvány alatt. Lara és a férje Joe Michiganben egy hatalmas cseresznyéskert gazdái, idősödő farmerek, és a lezárások miatt hazajön hozzájuk ide a farmra három lányuk. Emily, aki már végzett az egyetemen, mezőgazdász, és azt tervezi, hogy majd átveszi egyszer a farmot. Maisie, aki állatorvosi egyetemre jár, és Nell, aki színésznő akar lenni.
És a történet szerint 2020-ban elkövetkezik a cseresznye szüret ideje, csak hogy a járvány miatt az évről évről visszatérő idény munkások közül csak kevesen jönnek dolgozni a farmra. Akik munkára jelentkeznek, azok is egymástól távol dolgoznak, és a napi szüret után a lakókocsikba húzódnak vissza. De nincs kapcsolat az emberek között. Cseresznyéskert, három lány, ez az alaphelyzet is a színház világát Csehovot idézi. Tehát csak hogy az a különbség, hogy Csehovnál a cseresznyéskert, a melankólia és a kirábrándultság hangulatát árasztja, maga a darab is. Ebben a regényben, Ann Patchett történetében az életigenlés és a remény a meghatározó hangulat ebben a cseresznyéskertben. Hát nem véletlenül mondta a könyv hazai bemutatóján Dragomány György író, hogyha Csehov boldog lett volna, talán éppen ilyen cseresznyéskertről akart volna írni. Együtt van tehát 2020 nyarán a család, kemény munka vár rájuk, hiszen a cseresznyéskert óriási, a szürettel időben kell végezni, így aztán felfüggesztik a hírek figyelését, a telefonnyomkodását, mert hát egymásra és a munkára kell ügyelniük. Közben pedig, hogy jobban teljen az idő, a lányok elkezdik faggatni az anyjukat, Larát, hogy hogyan is volt, amikor Peter Duckkal, a híres színésszel keveredett elsöprő szerelembe. Hát voltak éppen, hát azért mi is emlékszünk, hogy efféle beszélgetésekre minden családban nagy szükség van, hiszen gyerekként én úgy emlékszem, hogy engem is nagyon érdekelt, hogy az ismert dalt idézve, milyen volt az élet nélkülem, hogy honnan indultak a szüleim, hogyan találkoztak. Minden családban kialakul egyfajta legendárium, én azt hiszem. Az ismeretlen felmenőkről, a szülőkről szóló történeteket szívesen gyűjtjük és ismételjük. Valahogy szükségünk is van ezekre a mítoszokra, a legendákat, történeteket hallva képesek vagyunk egy kicsit felülről látni, hogy honnan jött a családunk, honnan eredünk, mi magunk is. És ezek a múltból vett példák, történetek segítenek bennünket, hogy egy kicsit inspirációt is merítsünk ahhoz, hogy rájöjjünk, hogy miként találhatunk rá magunk, önmagunkra mi is, és hogyan tudjuk megtalálni mi magunk is a saját utunkat. Itt a pandémia, meg ez a cseresznye szüret egy-egy hosszabb szakasznyi betakarítás után tulajdonképpen a pihenő idő ad lehetőséget a történet elmesélésére. Lara 50-60 körüli asszony lehet, és a lányai is 20 évesek, tehát éppen abban a korban vannak, mint annak idején ő, amikor a színészettel kacérkodott, majd hirtelen otthagyta a pályát, a színpad és a filmvilágát. És ez a három 20 éves lány, ahogyan kiderül, szintén keresi a saját útját, és készül a jövőre. Tulajdonképpen ezért is fogadják az anyjukat, Larát. Számukra is nehéz elhinni, hogy az anyjuk sikeres színházi szerep, majd egy jól megoldott filmszerep után végleg lemondott a színészi karrierről, a csillogásról, a hírnévről. Michiganben ugyanis nem csak a Tom Lake társulatot, meg Peter Duckot ismerte meg, hanem Joe-t, meg a fantasztikus cseresznyés kertet is, és végül a családi gyümölcsfarmot választotta a gyereknevelés meg a háztartás nyűgével. És a pandémia okozta összezártságban Lara elkezdi mesélni a gyerekeknek az ő történetét, és hát kiderül, hogy gimnazistaként a kisvárosban, ahol felnőtt, a közösség be akarta mutatni a Mi kis városunk című Thornton Wilder művet, és meghirdettek egy szereplőválogatást. Lara
eredetileg csak segített a szervezőknek a válogatáson, az iskola tornatermében, de a válogatást hallva úgy érezte, hogy Emily Webb szerepét a jelentkezőknél sokkal jobban el tudná játszani, és akkor végül egy hirtelen elhatározással ő is jelentkezik, és tökéletes Emily lesz. De tulajdonképpen meg se fordul a fejében a színészet, és aztán az egyetemre megy, és az egyetemen New Hampshire-ben újra eljátsza Emily szerepét a mi kisvárosunkban, az ottani színtársulatban. És végül is egy rendező az unokahúga kedvéért megnézi ezt az amatőr előadást, és megakad rajta a szeme. Bill Ripley úgy találja, hogy Lara alkalmas lehet egy készülő film szerepére. És hát így önmaga számára is váratlanul megkezdődik a színészi karrierje. Gondol egyet, halaszt az egyetemen, és Los Angelesbe költözik. A filmet leforgatják, de a bemutató egyre késik, különböző gondok vannak, és hát ott él egy szűkös Los Angeles-i albérletben, lakásban, és kezdeni szeretne valamit magával, és megint Varga Betűk után felmerül a lehetőség, hogy Michiganben sürgősen Emilyt keresnek a mi kis városunkban, és akkor ő elvállalja, hogy odautazik, és eljátsza a szerepet már harmadszor, és szinte azonnal belebotlik az ifjú Peter Dougba, aki teljesen elbűvöli, egy öntörvényű, magabiztos, kicsi narcisztikus fickó, aki teljesen az ujja köré csavarja. Nagyszerű színész, és mindent meg is tesz a játék hitelességért, már korán pályakezdőként, hiszen a színészet az élete, az látszik rajta. És ekkor egy csodálatos nyár veszi kezdetét, Petert gyakran meglátogatja a bátyja, Sebastian, aki híres teniszbajnok, és elkezd udvarolni egy másik színésznőnek, aki nagyszerű táncos is, és kiderül, hogy Pallas az a ugró színésznő, aki Larát is helyettesíthetné, hogyha valami betegség érne. Pallas egyébként maga is a kabaréban játszik, és teljesen más karakter, mint Lara, aki egyébként, ez is kiderül a történetből, hogy tökéletes Emily szerepére, vékony, alacsony, kislányos külsővel, tehát abszolút jól áll neki ez a szerep. Ők négyen fiatalok, és élvezik az együttlétet, egy nagyszerű baráti társaságot alkotnak, és egy fantasztikus hangulatú nyár lesz ez, tele próbákkal, délutáni úszásokkal, és aztán sikeres előadásokkal. De Lara szerződése egy másik szerepre is szól, egy olyan szerepre, amivel próbál megküzdeni, de egyre nagyobb nehézséget okoz számára, hogy hitelesen formálja meg a szereplőt a Szerelem bolondjai című darabban. Peter Dougkal ők egy különös, szenvedélyes párkapcsolatot kellene eljátszaniuk, tehát ebben is Peter lenne a partnere. De tulajdonképpen nem mesélem tovább a történetet, mert nagyon ugye elég annyi, hogy killódik a szereppel, és aztán a történetből kiderül, hogy hogyan menti meg a sors Larát a szinte biztos bukástól. És azzal, hogy a mi kis városunk, amiben egyébként jól érzi magát, lekerül a műsorról, és Peter Duck érdeklődése is megszűnik iránta, egy új helyzet áll elő. Peter már egy másik szerepben él, és hát egy másik színházi partner felé fordul.
itt megállok tulajdonképpen, mert nem szeretném lelőni valamennyi poént. Lényeg, hogy Lara háromszor játssza el Thornton Wilder híres darabjának szerepét a mi kis városunkban, és ez a darab nagyszerű párhuzamot kínál ebben a regényben, mert a darab is arról szól, hogy a legfontosabb dolgok apróságnak tűnhetnek ugyan, holott ezek az apróságok, emlékek, érzések az igazán lényegesek az életben. És a Mi kis városunk című darab a Tom Lake regényhez hasonlóan, szintén két idősíkon mozog, a vidéki Amerikát mutatja be, a narrátora ott is a saját életét meséli el, akár csak Lara a regény elbeszélője. A Mi kis városunk karakterei a nagyvárosba vágyódnak, önmegvalósításról álmodnak. Anne Patchett könyvében viszont ez pont fordítva történik. A vidéki élet menedéknek tűnhet a nagyvárosi értelmiségiek számára. Fontos a párhuzam, hiszen Anne Patchett is mestere annak, hogy ráirányítsa a figyelmet a hétköznapi dolgok szépségére, és ezt egyszerű, magától értetődő stílusban teszi, amit valami finom humor is beleng. A szerelem, a házasság, a családi kapcsolatok, kapcsolódások szépségét, az apró részletek tökéletes megfigyelése adja a szövegben, és ettől válnak tulajdonképpen ezek a figurák is roppant hitelessé. A történet, ahogy mondtam, olyan, mint egy kirakós, Anne Patchett játszik is az információkkal, és van olyan tény, amit a főhős, az elbeszélő Lara csak az olvasóval oszt meg. Tehát vannak olyan titkok, intimitások, amelyek nem tartoznak a gyerekekre. Nem tartoznak tulajdonképpen senkire, mi is érezzük ezt. Egyébként a gyerekeket úgysem tudjuk megóvni mindentől, mert hát nekik maguknak kell tapasztalatokat gyűjteniük a szerelemről, az árulásról, és hát arról, hogy eldöntsék, hogy mi a fontos az életben. Tehát a családi cseresznyéskert legszebb része a temető, egy százszor szépekkel borított dombon. Számomra ezt idézi egyébként a könyv borítója, ezt a virágos temetőt. Itt nyugszanak a hajdani farmerek. Nem véletlen, hogy a farmon megforduló híres színészt Peter Dacot is lenyűgözte a temető békéje. Hát nagyon szép kép ez, azt sugallja számomra, hogy a nagy vészhelyzetek idején a járvány, a klímaválság, bármi, ami szorongást okoz, szükségünk van a közösségre, a családra. És a különféle generációk támaszt is nyújthatnak egymásnak. Akár úgy is, hogy elmesélik a történeteiket, és a fiatalok megismerik a példájukat, vagy úgy, hogy felkereshetjük a sírjukat, gondolhatunk rájuk egy szépséges, százszor szépekkel borított dombon, ahol hát magunk is akár megnyugvást találunk. Covid időszaka sokakat megiklett majd még, én azt hiszem, a jövőben is, mint ahogy ez eddig is így volt, akár a könyvek, akár a filmek terén. Igen, így van, és nagyon érdekes helyzeteket tud teremteni. A regényből is látszik, hogy egyfajta visszatekintésre is van mód egy ilyen összezártságban. Egyébként valóban úgy van, ahogy mondod, mostanában érnek ide azok a könyvek, amiket a Covid ihletett. Gombkötő Ginának köszönjük szépen a könyvajárót, a hallgatóknak köszönjük a figyelmet.